Most a két szárnyfelet fogjuk összeragasztani. Fontos, hogy a szárnyfeleket is egy síkasztalon ragasszuk össze. Be kell készítenünk egy pár dolgot hozzá. Egy nejlont aláteríteni, hogy ne ragadjon oda a szárnyunk az asztalhoz. Illetve én most ragasztószalagokat fogok használni, mivel le kell súlyozni az egyik szárnyfelet, a másikat pedig majd alá kell támasztani. A fogvályóval szurkáljuk meg egy picikét itt a habot a szánytőbe, ezzel növelve a ragasztásnak a felületét, hogy még biztosabb ragasztásunk legyen, még erősebb. Ezt egyszerűen csak így megszurkáljuk vele. Vágjunk le egy körülbelül ilyen hosszú szalagot. Már le kell súlyozni. A szalag végét érdemes visszahajtani. Tehát egy ekkora szalagot ragasszunk a zárny aljára. Nem jó, hogyha túlságosan előre ér, mivel itt már íves a profil, és hogy majd össze akarjuk feszíteni a szárnyakat, akkor ez itt nem fog nekünk segíteni. És akkor ezt a szárnyfelet, ami a ragasztószalag van, az asztalra fektetjük. És most jön egy nagyon fontos lépés. A másik szárnyfelet a helyére kell illeszteni. Ügyeljünk arra, hogy a kilépő és a belépő élek azok egy vonalba esnek, ne legyen a két szárnyfél elcsúszva egymástól. Fontos, hogy a szárnytőbe a két hab az illeszkedjen, és így pillentsük le az asztalra, és nyomjuk hozzá az asztallaphoz. Így a ragasztószalag alul rá fog simulni. És szépen egy zsanérként fog működni, és összetartja nekünk a két szárnyfelet. Itt még egyszer ellenőrizhetjük a rétegátlemezeknek a helyét, hogy be fognak-e menni. Nagyon fontos, hogy mikor ragasztjuk össze a szárnyat, a két szárnyfél ne legyen egymáshoz képest eltekeredve, mert az már olyan, mintha egy csűrőkormány lenne, és el fogja kormányozni a gépet. Tehát itt felül az illesztéseknek futnia kell, és akkor biztos, hogy nem fog elcsúszva összeragasztódni a szárny. Most pedig kavarjunk be egy kis epoxit. Először is fektessük alá a nejlont, mert az a tuti. Ha ez megvan, akkor vegyünk fel egy adagot, billentsük fel a szárnyat, hoppá, billentsük fel a szárnyat, és kenjük be vele a habot. Ha lehet, akkor úgy kenjük be, hogy a csavarfurathoz ne kerüljön. Nyomjuk össze a két szárnyfelet. Préseljük össze, valaposan alulról is megnézhetjük, hogy fusson az alsó él, ez nagyon fontos. Jó. Most pedig súlyozzuk le az egyik szárnyfelet, és a másik alá toljunk be egy szalagot például, én azt szoktam. Pakolhatunk egy kicsit több súlyt
az asztalon lévő szárnyférre, hogy biztos stabilan álljon. Az alátámasztást az csak annyira toljuk be a szárny alá, hogy összeszorítsa a két szárny felett, az sem jó, hogyha túlságosan feszíti, csak feküdjön össze a szárnyillesztés, ez a lényeg. Ha kifolyik egy kis epoxi, azt töröljük le egy papírtörlővel, és most pedig illesszük a helyére ezeket a kis szárnycsavartartókat. Mehet rá jó vastagon az epoxi, illetve lehet kenni a habra is, de ez itt most bőven elég. Nyomjuk a helyére, és igazítsuk be úgy, hogy jó pozícióban legyen, hogyha egy kicsit bővebbre lett faragva. És hagyjuk megkötni.